Ma reggel még tele volt ez az úgynevezett enniadok doboz, amit nemrég helyeztek ki erre a falrai zsákon. A doboz lényege, hogy valamilyen élelmiszer lapuljon benne. Más önkormányzatoknál, más településeken már történt ilyen, hogy kihelyeztek egy dobozt, amiben az emberek élelmet raktak bele, és akinek szüksége volt rá, az onnan elvihette. Ez tulajdonképpen a gondoskodásnak a doboza. Ebben az élelmiszerek arra szolgálnak nyilván, hogy azoknak, akik rászorulnak, tudjanak maguknak egy kis élelmet innen elvinni. Ez gyakorlatilag nem ellenőrzött, tehát nincs kontroll, ez az embereknek a tisztességére van bízva. Ugyanakkor nagyon jó látni azt, és jó érzés az, hogy olyan sok gondoskodó ember él Izsákon, akik tényleg hozzák és töltik a dobozt. A doboz mindenki számára elérhető, bárki tehet bele tartós élelmiszert, hogy segítsen azokon az embereken, akik rászorulnak. Neked egy pici odafigyelés, másnak egy étkeztetés. Ez a szlogen azonban nem csak az enniadok dobozra, hanem a több mint 70 adag étel kiosztására is igaz, melyet ma adtak át az arra rászorulóknak. Napjainkban sokszor egy jó szó is nagyon sokat jelent mindannyiunk számára. Mindannyian rászorulunk egymásnak a támogatása, egymásnak a szeretetére, a segítségére. Különböző módon tudjuk kifejezni a segítségnyújtásunkat különböző fórumokon. Majd akkor, amikor megvendégjük önöket, akkor fogadják olyan szeretettel és tisztelettel, ahogyan készültünk erre a napra. Kívánom, hogy fogyasszák jó étvágyal, és ne felejtsék el, hogy önök is tehetnek jót. Bajkó Zoltán izsákváros plébánosa ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az ételosztást, mely a helyiek összefogásának eredményeként jöhetett létre ma délután. A rászoruló családok paprikás krumplit kaptak házi kenyérrel. A családsegítő szolgálatnak megvan a listája, mert ők ezekkel a családokkal nem először találkoznak, folyamatosan gondoskodnak róluk, és ez alapján, a lista alapján történik a szétosztás. Egészen biztos, hogy nem ez volt az első, és nem ez lesz az utolsó. A karitatív kezdeményezések listáján a novemberben kihelyezett kupakgyűjtőszívek is szerepelnek, melyek a jótékonyság mellett a környezetvédelmet is szolgálják.